Tulajdonképpen nekem valahol az életem a korcsolya. Ugye 3,5 éves voltam, mikor elkezdtem korcsolyázni Tiszaújvárosban, és onnantól kezdve ezt teszi ki minden napjaimat. Mondhatnám azt, hogy egy évben talán 2-3 hét szünetet kapok, és a többi hátralévő napokban edzéseken, versenyeken veszek részt. Úgyhogy tényleg nekem ez az életem, ezt nagyon szeretem csinálni, de úgy gondolom, hogy ezt anélkül nem is lehetne, mert az, hogy minden reggel felkelni, edzésekre menni, amikor az ember nagyon fáradt, akkor is úgy odaállni, hogy igenis ezt elvégzem ezt a munkát, ez csak úgy lehet, hogyha ezt az ember szeretettel csinálja. Úgyhogy én nagyon szerencsés vagyok, hogy megadatott nekem ez, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, illetve a feltételek, azok mind-mind nagyon fontosak, mert az, hogy Magyarországon voltak nehézségek, ugye, amikor nem volt jégpálya, de azért mindig volt korcsolyapálya, ahol tudtunk edzeni, illetve volt egy olyan háttér mögöttem, akik akkor segítettek, amikor kellett. Természetesen, hogyha nem lenne a korcsolya, akkor is sportolnék, mert ez valahol, ez nekem a lételem, hogy én sportoljak. Biztos, hogy valamilyen másik sportágot kipróbáltam volna, és akkor amelyik megtetszik, azt csináltam volna. Mindig azt szoktam mondani az ilyen kérdésekre, hogy olyan nincs, hogy a világ összes jégpályája elolvadjon, úgyhogy valahol biztos, hogy korcsolyázni. Very high and fast in the triple flip. Triple loop, double toe loop. Clean as a whistle, exactly as in the warm-up. Akkor mondanám a jó élményeket, hiszen ugye azokra szívesebben emlékszik az ember. A legelső ilyen élményem, amikor 9 évesen egy nemzetközi versenyre utazhattam Stuttgartba, amit itthon komoly válogató előzött meg, hogy ki mehet, és akkor a budapestiek azzal számoltak, hogy majd valaki közülük mehet, és én meglepetésre megnyertem azt a válogatót, és vidékiként ugye én utazhattam. És ott a 10 éven aluli a korcsoportjában első helyen végeztem, ami valahol egy ilyen kis Európa-bajnokságnak is tekinthető, mert Európából majdnem minden ország képviselte magát, és nagyon magasan nyertem a versenyt, és még mai napig megvan a felvideó felvétel is róla, és illetve az, amikor ugrok, akkor ugye a közönség felhördül, mert tényleg én akkor már minden dupla-dupla kombinációt ugrottam, teljesen hibátlan programokat futottam, és azért ez még nem volt jellemző arra a korcsoportra. Úgyhogy az volt az első igazán ilyen emlékezetes élményem. Majd a következő, amikor 14 évesen kijutottam az Európa-bajnokságra, és emlékszem, hogy abban az évben egy őszi junior világkupán valaki említette nekem, hogy az Európa-bajnokságra 2 lány mehet. De én azt így fel se fogtam, mert egy verseny az Európa-bajnokság, tehát én nem tudtam, hogy ennek milyen hangsúlya van, és amikor kiutaztam az Európa-bajnokságra, és jégre léptem, valahol akkor tudatosult bennem, hogy ez egy fontos verseny, de hát 14 évesen, mert akkor 14 éves voltam, ez nem tudatosul igazán a versenyzőben, végülis fel se fogtam igazán, hogy hol vagyok, csak így visszanézve, tehát úgy akkor csöppentem bele először ebbe a világversenyek hangulatába, és tehát ez is egy emlékezetes.
akkor sorolnám, ami még számomra nagyon emlékezetes, az a Salt Lake City téli olimpia. Amikor is a rövid programot hibátlanul lefutottam, a 6. helyen álltam, és bekerültem a legjobb 6-ba. És utólag megtudtuk, vagyis hát ugye ezt lehetett erről olvasni, hogy a női kűrök során az utolsó 6, tehát a legjobb csoport, az a legnézettebb, majdnem a második legnézettebb amerikai műsor volt az amerikai televíziókban, valamelyik Bush beszéd után. Tehát ezt nagyon-nagyon sokan nézték, és az, amikor tényleg várakoztam, tehát minden egyes pillanatát fel tudom idézni annak a napnak, annak a versenynek, hiszen amikor vártam arra, hogy bemehessek a csarnokba, és ott körülöttem a három amerikai, akiket 4-5 televízió vett egyenként körbe, és az egyik majdnem fel is lökött az egyik kamerás, és az edzőm fogott meg, és így próbált utat törni, hogy bemehessek a jégre, és már szólítottak minket a bemelegítésre, és elállták az utamat, és az edzőm, akkor a Száraz András úgy lökte félre a többieket, hogy most már pedig engem is engedjenek be. És amikor beálltam a programba, felnéztem, és 15 ezer ember nézett engem, és akkor emlékszem rá, hogy elindult a zene, és egy pillanatra így becsuktam a szememet, hogy én ezt nem bírtam úgy nézni, hanem hogy a feladatomra koncentráljak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon emlékezetes volt, tényleg már, ahogy mondtam, minden egyes percét fel tudom idézni annak a napnak, sőt, annak a hétnek is, amit ott eltöltöttünk. És hát valahol talán a legemlékezetesebb az ugye a budapesti Európa-bajnokság, ahol első helyen végeztem, hiszen ezt magamtól se vártam, ezt az eredményt, és az a hangulat, ami a csarnokban volt, hogy tényleg az a több ezer ember mind nekem szurkolt, és itt is visszanézve a felvételeket, és valahol nem is érzékeltem valójában, hogy mennyien szurkolnak nekem, és milyen hangzavar van, mert annyira csak a feladatomra koncentráltam, és valahol, amikor felálltam a dobogóra, akkor tudatosult bennem, hogy hú, amikor 14 éves voltam, akkor is csodálkozva néztem itt erre a versenyre, és ugye a többi versenyzőre, és most megint felállhatok erre a dobogóra, és ugye a legfelső fokára. Tehát akkor így kavarogtak a gondolatok a fejemben. Eszembe jutott az, hogy például 98-ban a junior világkupán álltam dobogón, akkor első helyen végeztem, és az a régi Budapest sportcsarnok leégése előtt volt, nem sokkal. Tehát én voltam az utolsó, akinek a himnuszt játszották az arénában, vagyis a sportcsarnokban, és az új arénában pedig én voltam az első, akinek szintén a himnuszt játszották. Úgyhogy ezek tényleg olyan pillanatok, amiket sose fog az ember elfelejteni. Hát sajnos ugye az ember pályafutása során vannak hullámvölgyek is, illetve olyan nehézségek, amikkel nagyon nehéz megküzdeni. Ilyenkor természetesen elsősorban az ember saját magára kell, hogy hagyatkozzon, hogy egyrészt higgyen abban, hogy ebből ki lehet mászni, illetve abban, hogy az élet idővel mindent begyógyít, tehát akár gondolok itt sérülésre is, amikor tényleg 16 évesen eltört a lábam kétszer egymás után, két szezonom is ugye elúszott emiatt, és akkor is ugye én hittem abban, hogy előbb-utóbb kemény munkával utolérem magamat, és utolérem a többieket, de természetesen erre ez az ember egyedül nem képes, szükség van külső segítségre is. Elsősorban mindig az edzőim azért mellettem álltak, elsősorban említeném a családomat, akik tényleg jobban, rosszban mellettem voltak, ahogy szokták mondani, de mondhatom Tiszaújvárost, mint aki egyként áll mögöttem, és bármilyen nehézség volt, ők mindig segítettek, akár egy olimpiai kiküldetés kapcsán, akár támogatásban, hogy én eljuthassak a legjobb koreográfusokhoz. Tehát természetesen az ember magára van hagyatkozva, és saját magának kell kilábolni, akár a nehézségek és a hullámvölgyekből is, vagy a mélypontokról felállni, de hogyha van mögötte egy háttér, amit ugye már mondtam az elején is, akkor ugye ez nagyon megkönnyítheti az ember dolgát. Nagyon sokat számít, hogyha a versenyző
érzi azt, hogy mögötte, ahogy szokták mondani, az edző teljes vászélességgel mögötte áll, és tényleg segíti, és hisz abban, hogy ennek a közös munkának meg lesz az eredménye. És életemben nem volt sok edzőm, de amikor edzőt váltottam, akkor valahol ezért is történt, hogy tényleg egy olyan edzővel dolgozhassak együtt, aki mindenben segít, és érzem azt, hogy ő is akarja azt, hogy összejöjjön, és hogy együtt örülhessünk a jó eredményeknek. Ugyanakkor én azt mondom, hogy és valom az, hogy egy siker és egy kudarc az közös az edzővel. Tehát tényleg, hogyha valami nem úgy sikerül, akkor ugyanúgy közösen át kell tudni beszélni, és le kell szűrni a tanulságokat, és utána úgy tovább dolgozni, hogy a hibából tanulva újra sikeresek lehessünk. Úgyhogy tényleg az edzői hit és akarat az nagyon fontos. Sebestyén Júlia tökéletes produkciót mutatott be, és kétséget sem hagyott afelől, hogy kinek a teljesítménye érte a legtöbbet az estén. Ez az, rendben, és örül, látják, örül. Igen, hát ez egy leírhatatlan érzés, amikor tényleg egy ilyen, most akkor olimpián, amikor befejeztem a rövid programomat, és éreztem, hogy igen, ez most sikerült. És az ember tényleg, ahogy mondtam, nap mint nap dolgozik, és alakulhatott volna úgy is, hogy valami nem jön össze, és ilyenkor szokták mondani, hogy az ember vagy hirtelen a magasba kerül, és akkor mindenki őt dicséri, és odafigyel rá, és akkor hát most ez szuper volt, és lehet, hogy egy pici, ha hiba becsúszik, akkor már nem a 6., hanem a 12. vagyok, és akkor hát akkor ez úgy odafigyelnek, de úgy nem vesznek tudomást róla. És tényleg az az érzés, amikor befejezi az ember, hogy igen, ezt most megcsináltam, ez leírhatatlan érzés tényleg. Ott minden felszabadul az emberből, az összes feszültség, az elmúlt éveknek a nehézségei, az így minden így. Tehát tényleg ez leírhatatlan érzés. Ez egy olyan, végülis ez egyrészt egy öröm, egy boldogság, ugyanakkor ugye szokták mondani, ugye Széke Éva írt a könyvében, hogy sírni csak a győztesnek szabad, hogy tényleg akkor az ember örömében elsírja, el is sírhatja magát, vagy... Tehát ez... Ugyanakkor én pont mondjuk, ha meg az ellentkezőjét nézzük, én egy olyan típus vagyok, aki nagyon könnyen elsírja magát, és tényleg, hogyha valami pici rossz ér, akkor hajlamos vagyok arra, hogy sírok, és lehet, hogy utána 5 perc múlva túllépek rajta, és teszem a dolgomat, de mondjuk képes vagyok arra, hogy azért el is keseredem. De mondom, ez csak pár percig tart. De ezt nagyon nehéz megfogalmazni, tehát jobban nem tudom leírni. Mindig azt mondtam, hogy mindenkinek megvan írva a maga sorsa, és hogy mindenki keményen küzd, és tényleg egy hajszál választja el a versenyzőket attól, hogy félleg felér a csúcsra, és első lesz, vagy éppen csak második, vagy lecsúszik a dobogóról. És valahol, hát ebbe csak tényleg hinni kell, hogy én szerencsés leszek, tényleg megkapom azt a lehetőséget, hogy az a hajszál, az a kis szerencse nekem kedvez, és hogy tényleg az ember, valahol az ember sorsába ez meg legyen írva. Ez egy annyira összetett, hogy nagyon sok minden kell hozzá. Egyrészt tényleg, ha mondjuk veszük a korcsolyát és
a versenyzőt, akkor kell egy nagy kitartás, kell, hogy ugye szeresse ezt a sportot, vagy amit éppen csinál. Akkor kell a támogatottság, akkor szerencse, nagyon nagy fokú szerencse is kell, hogy a sorsolás hogy alakul, hogy kedvezette, akkor aznak milyen napot fogod ki, akkor természetesen ugye alázata, ahogy említetted, a sport iránt, hogy mindent megtenni, és mindent alárendelni ennek. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok tényezős, és ahogy mondtam, ha csak egy valami hiányzik, lehet, hogy valaki nem első, csak harmadik, és akkor már nem olyan a tehát, ahogy szokták mondani, sajnos Magyarországon csak az aranyérem az érem, pedig, mondjuk mondtam, mezüstérem, bronzérem mögött ugyanannyi munka lehet, sőt van. Valahol mindig azt mondtam, hogy egy eredmény csak akkor születhet, jó eredmény akkor születhet, hogyha mögött kemény munka van. Tehát, hogyha én látom azt, hogy mire vagyok képes egy edzéseken, ugye már látszik, hogy az ember milyen formában van, esetleg látom a többieket is. Én mindig, talán ez a kisítőség, nem biztos, hogy feltételezem azt, hogy én azzal az amerikai vagy japán versenyzővel fel tudom venni a versenyt, mert hogy ők mit tudnak. És amikor lefutom a programot, és mondjuk megkapom azokat a pontokat, amiket megérdemlek, és előttük végzek, akkor úgy utána elgondolkodok, hogy miért kellett nekem itt tényleg ilyen kisítőnek lenni, hát igazán lehettem volna egy kicsit bátrabb is, tehát én nagyon két lábbal a földön állok, és nem vagyok az, hogy most fellegekben, és hogy én elképzelem, hogy jaj, én akkor most akkor tuti első leszek, és minden menni fog, hanem talán inkább az, hogy ha az edzésen egy ugrás 10-ből 10-szer sikerült, akkor elhiszem, hogy ez menni fog versenyen is. Ha ez csak fel százalékban megy, akkor elképzelhető, hogy nem biztos, hogy úgy összejön, mert nem vagyok annyira biztos magamban. Tehát nekem kell az, hogy 10-ből 10-szer, vagy legalább 9-szer sikerüljön az edzésen. Racionális vagyok. Tehát én abban nem bízok, hogy na majd kiállok, és majd megsegít a szerencse, vagy a jó Isten, vagy ahogy szokták mondani, bármi, hogy én nekem ott aznap összejöjjön. Nem voltam az a típus, aki most elgondolta, hogy most akkor Európa-bajnok lesz, világbajnok lesz, most a dobogón fog állni. Természetesen megvoltak a magam céljai, amikor serdülő voltam, akkor tudtam azt, hogy én ezeken a versenyeken, a serdülő versenyeken én első szeretnék lenni, vagy jött a magyar bajnokság, és tudtam, hogy megvoltak ugye a riválisaim, akikkel együtt versenyeztem, és én tudtam, hogy én meg akarom előzni ezt a versenyzőt, vagy azt a versenyzőt. Tehát mindig voltak céljaim, de nem az, hogy én most is képzeltem volna, hogy most akkor én mindenkit megelőzök, hanem mindig csak amit mostanában nyilatkozni szoktam, és ezért kaptam mégis kritikákat is, hogy én mindig ugyanazt mondom, mert én ugyanazt gondolom, és azt hiszem, és nem ez egy betanult szöveg, hogy én mindig csak az előttem álló feladatra koncentrálok, és talán nem is merek túl gondolni rajta, hanem csak a jelenben, mert ha majd valami sikerül, akkor van esélyem arra, hogy tovább gondoljam, és akkor majd egy újabb célt tűzzek ki magam elé. Tehát én mindig az apránként szeretek célokat kitűzni magam elé, és úgy előrébb jutni.